Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, a Tatai Televízió napi híradóját március 29-én kedd este látják, tartsanak velünk! Újra indul a Tatai Alzheimer Café a Szociális Alapellátó Intézményben. Kistérségi szépolvasó versenyt rendeztek Tatán. Grillus Vilmos lepte meg az óvodásokat, a zenész egy órás koncertet adott. Más országok kultúrájával ismerkedtek a vaszaris diákok. A demenciával élők és hozzátartozóik megsegítésére jöttek létre szerte a világban az Alzheimer kafék, bár Tatán a járvány ideje alatt nem működött a kezdeményezés, egy új, nyertes pályázatnak köszönhetően sikerült újraindítani a találkozókat, ezeken rendszeres időközönként szakemberek adnak tanácsot. Szakmai előadások, kötetlen beszélgetés, tapasztalatcsere és segítségnyújtás. Világszerte ezért jöttek létre az Alzheimer kafék. Mivel a betegség és az időskori demencia évről évre többeket érint, városunkban is megalakult a közelmúltban egy olyan közösség, ahová betegeket, családtagokat, időseket várnak. A kezdeményezés a héten újraindult, így év végéig rendszeresek lesznek a találkozók, amiket a terület és település fejlesztési operatív program, Tatai Tudományos Ismeretterjesztő kompetenciafejlesztő képző és szemléletformáló programok támogatása című pályázati forrásból finanszíroznak. Lesznek olyan előadásaink, hogy jogi, tehát például gondnokság alá helyezést, hogy hogyan lehet megvalósítani. Lesz orvosunk, tehát szakorvosunk, aki mondjuk teszttel fog érkezni, és akkor ki is lehet tölteni egy minimentál tesztet. Lesznek olyanok, ahol például szenior örömtánc, tehát hogy legyen egy kis mozgás is benne. Úgyhogy ilyen jellegű előadásokat szeretnénk, ami elméleti is, gyakorlati is, tehát hogy olyan tanácsokat adni, és hogy azt úgy mondják el bátran, hogy miben tudunk segíteni. A márciusi találkozó vendége és előadója a Moson-Magyaróvári tapasztalatokat osztotta meg, hiszen a városban nem csak régóta működik Alzheimer Café, itt indult Magyarország első demenciabarát közösségét létrehozó mintaprojektje is. Mi az Alzheimer Caféből egy kicsit túlléptünk egy demenciabarát projekttel, és arról is szeretnék néhány gondolatot megosztani, hogy ez mit is jelent a gyakorlatban, illetve hogy ez miért jó a demenciával élőknek, illetve a gondozó családtagoknak. Azt gondolom, hogy az Alzheimer Caféknak rengeteget köszönhetünk, hiszen ezek egy alulról jövő civil kezdeményezések. Mindenféle kezdeményezést láttam az országban, tehát nagyon sok helyen a szociális szféra indította, de indított Alzheimer Cafét házi orvos, szakorvos, hozzátartozó gondozó családtag, és ez éppen ezért így jó. És mivel azért ez egy országosan elterjedt kaféprogram sorozatról beszélünk, nyilván rengeteg ismeretet adtunk át. Én a szociális területen dolgozok, egyébként 8 órában arról tudok beszélni, hogy mi igyekszünk maximálisan akár a kollégák képzésébe, akár a hozzátartozók tájékoztatásába is kivenni a részünket. Most már én Moson-Magyaróváron, illetve azért országosan is látom, hogy a házi orvosok is kapnak kellő információt, sőt érdeklődnek és nyitottak ezzel kapcsolatba. Az időskori demencia ma már társadalmi probléma. Becslések szerint 200-250 ezer embert is érinthet ma hazánkban. A társas képességek hanyatlása, a rövid távú emlékezet, vagy épp a hosszú távú memória, a nyelv és a mozgás zavarai intőjelek lehetnek. A betegség azonban sokszor csak évek múltán válik súlyossá és állandóvá. Világhírűek a magyar népi kultúrán alapuló óvodapedagógiai módszerek. Tatán is számos intézmény igyekszik hagyományainkból táplálkozva összeállítani a kisgyermekek fejlődését támogató programokat. A Tatai Kertvárosi Óvoda és a Fürdő utcai néphagyományőrző óvoda gyermekeinek Grillus Vilmos zenélt. Sok dalba a gyerekek is könnyen bekapcsolódtak Grillus Vilmos tatai koncertjén, melynek a református gyülekezeti terem adott otthont. A fiatalok a mindennapokban is számos népi dallammal, játékkal találkoznak, így a kétszeres Kossuth Díjas zenész előadó művésznek nem volt nehéz dolga, hogy bevonja őket a produkcióba. Jó közönség volt, már hát ugye ebből az óvodai nevelésre is azért lehet következtetni, hogy meg tudnak ülni türelmesen végül is 50 percen keresztül a földön. És hát ugye az is hallatszott, hogy
az óvodában is sokat énekelnek, mert nagyon sok dal volt, amit már eleve tudtak. Tehát ugye én erre nem számítok feltétlenül, örülök neki, ha így van, hanem akkor meg vannak olyan játékaim, hogy na akkor ezt most úgy fogjuk megtanulni, hogy én majd eljátszom ezt, meg azt mondom, azt csak akkor még egyszer el tudom énekelni, és még egyszer, mert ugye azt nyilván nem mondom nekik, hogy na gyerekek, énekeljetek, vagy, hanem azt mondom, hogy ti most juhászok vagytok, és ha erre jön Kányári Sándor bácsi, akkor mit mond majd, hát akkor arra is mit mondtok. Tehát próbálok helyzeteket teremteni. Itt már ugye nagyon sok gyerek volt, aki ezeket tudta. A koncert egyike azoknak a minőségi kulturális programoknak, amikkel az intézmény a közeljövőben készül a gyerekeknek, hiszen a pandémiás helyzet enyhülésével egyre több rendezvényen nyílik lehetőségük részt venni. Volt most nálunk Bogyó és Babóca előadás, most Grillus koncert, és további együttműködésben szeretnénk megvalósítani a következő évnek is a programjait. A magyar óvoda pedagógia világhírű, ugye tudjuk nagyon jól, és az egész a magyar népi kultúra elemeire épül. Ez minden óvodapedagógus életében megjelenik. Külön szerencse, hogy nálunk a Fürdő utcai néphagyományőrző óvoda, mint ahogy azt a neve is mutatja, kiemelt szerepet tulajdonít a néphagyományőrzésének. Itt évszakoknak megfelelően, évszakköröknek megfelelően lebontva történik a gyermekek anyagának az összeállítása, és igyekeznek a kollégáim minél több hagyományos, tradicionális kismesterséget, foglalkozást, népdalanyagot, játékanyagot összegyűjteni, és ezzel adják át az iskolára felkészítve a tudást a gyermekeknek. A népi tradíciókat így az ünnepekbe, mindennapokba, a barkácsolásba, sőt még a mozgásos játékokba is be lehet építeni az óvodai nevelés komplex részeként. Én az efféle embertelenségeket már fel sem veszem. Jönnek az állatkerti látogatók, meglátnak, aztán rögcsélve lögdösik. Nógrádi Gábor Segítség ember című könyvének egy részletét kapták a versenyzők a Jászmin iskola szépolvasó versenyén. A megmérettetés közel 2 évtizede szólítja meg a kistérség 3. és 4. osztályos tanulóit, akiknek a szöveghűségét, értelmezését és hanglejtését figyelte a szakmai zsűri. Előre kijelölünk egy-egy szöveget, egy 20-30 oldalnyi szöveget, és mindig kiválasztunk egy írót. Már korábban is valamelyik évben Nógrádi Gábor könyvével ismerkedhettek, idén újra az ő kis történeteiket olvashatták, és nagyon lelkesek voltak, nekem is 4-eseim vannak most, is mondták, hogy mennyire vicces és jó kis történetek, és hál' Istennek kedvet kaptak ahhoz is, hogy elolvassák a többi történetet. Bízunk benne, hogy ez nem csak arra ösztönzi őket, hogy szeressenek olvasni, talán ez a legfontosabb, hogy szeressenek, hogy értsék, amit olvasnak, hanem arra is, hogy egy igazi kalandot éljenek át, talán nem igazi, de mégis csak egy kalandban vesznek részt a könyvek által. A kistérségi versennyel párhuzamosan az intézmény szezonális kiállítását is megtekintették az érdeklődők. Márciusban a Vízvilágnapja alkalmából alkothattak közösen a családok. Nagyon-nagyon jó tapasztalatunk van ezzel kapcsolatban. Szívesen csatlakoznak a szülők a gyerekekhez, de most tudom, hogy van olyan kisgyerek, aki teljesen egyedül készítette, de van, akinek a szülei segítségével készült a mai alkotásuk. A Vízvilág napjához kapcsolódóan vízimalmot kellett készíteniük, már 2-3 héttel ezelőtt kiment a felhívás, és hétfő reggelre vártuk az alkotásokat. Több mint 25 alkotás érkezett, és több mint 30 gyerek vett részt, hiszen a testvérek együtt, sokszor együtt készítenek. Természetesen mindenki kerül, mindenki munkája, és a zsűrizés, hát most a két kolléganő, aki ezt szervezte, Kármenné Kamenyicki Anikó és Jónásné Agócs Katalin, ők úgy döntöttek, hogy lesz díjazás, tehát mindig van jutalom, de most díjazni is fogjuk, de mindenki kap valami kis ajándékot. A Jászmin iskolában kiemelten fontos az élményközpontú pedagógia, így szinte minden jeles napot és ünnepkört interaktív módon ismerhetnek meg a fiatalok. Közel 150 diák bevonásával rendezte meg a Vaszari János Általános Iskola hagyományos témanapját. A kezdeményezés részeként angol és német nyelvi területek kultúrájával ismerkedhettek a fiatalok, így idegen nyelvi kvíz, süteménysütő verseny és ismeretterjesztő plakátok is készültek a programon.
Az angol és a német nyelvű területek kultúrájának népszerűsítése jegyében telte a Vaszari János általános iskola témanapja. A pandémia okozta kényszerszünet után a diákok és a pedagógusok legnagyobb örömére is márciusban ismét megvalósulhatott az intézmény közkedvelt programja. A délután során idegen nyelvű játékok, dizájnos sütemények, sőt rendhagyó öltözékek vették át a megszokott tanrend helyét. Közel 40 németes tanulót és 90-nél több angolos gyermeket mozgatunk meg. Évek óta most már más-más témában, de mindig hasonlóképpen építjük fel ezt a délutánt. A gyerekeknek előzetes feladatokat is adunk, plakátokat kell készíteniük a témához kapcsolódóan. Nagyon szép színes munkák születtek, amik ki vannak téve a folyosón, a németeseknek szintén. Illetve készíteniük kell süteményt önmaguknak, vagy úgy feldíszítve, ami a zászló színeihez kapcsolódik, vagy pedig az országok receptjeiből válogatva, tehát kinek mi tetszik. És egy órás vetélkedőt szervezünk nekik különböző játékos feladatokkal, amik szintén az angolul beszélő, illetve a németül beszélő országokhoz kapcsolódnak. És aztán összesítjük az eredményeket. A lényeg az, hogy mindenki jól érezze magát, és azután a süteményeket, amiket hoztak, azokat ők megeszik, mi pedig megvendégeljük őket egy kis teával, angolosan is készülünk, illetve a németeseknek megkóstolhatják ők is, tehát nyilván bárki. És ezt a másfél-két órát úgy töltjük, hogy jól érezzük magunkat, és nyilván tanulnak egy csomót arról, ami, ha már nyelvet tanulunk, akkor ami ide tartozik. Azt gondolom, hogy most örülnek neki, hogy egy kicsit tudjuk őket most már mozgatni. Nagyon sokáig tartottam, ameddig nem lehetett programokat szervezni. Változatos a lelkesedés, de azért azt gondolom, hogy ha ez elindul, akkor utána látni fogják, hogy ez egy jó dolog, jól érzik magukat, és tudjuk őket mozgatni és lelkesíteni. Még néhány napig beadhatják munkáikat a tatai fiatalok az Ezer arcunk, ezer rajzunk című pályázatra, melyet Tataváros önkormányzata és Tataváros diák önkormányzata hirdetett meg 12 és 20 év közötti helyi fiatalok számára. Az idei pályázat mottója: álmodtam egy világot magamnak, a határidő pedig április 11-e, minden más részletet megtalálnak Tataváros honlapján is. Programsorozatot hirdetett az Autizmus Világnapja alkalmából a Tatai Esőemberekért Egyesület. 31-én csütörtökön két programon is részt vehetnek az Angyalok és Tündérek galériában. 15 óra 30 perctől állatasszisztált foglalkozást és bemutatót tartanak szakemberek, 17 óra 30 perctől pedig Őszi Tamásné gyógypedagógus tart előadást. Nem marad el a hagyományos autizmus napi séta sem, erre április 2-án szombaton 19 óra 30 perckor kerül sor, amikor is hagyományosan a Tatai Vár is kék színbe öltözik. Keddesti híreink következnek még egyszer egy-egy mondatban. Újra indul a Tatai Alzheimer Café a Szociális Alapellátó Intézményben. Kistérségi szépolvasó versenyt rendeztek Tatán. Grillusz Vilmos lepte meg az óvodásokat, a zenész egy órás koncertet adott. Más országok kultúrájával ismerkedtek a vaszaris diákok. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a Tatai Televízió napi híradóját látták. Friss hírekkel holnap este ugyanebben az időpontban várjuk Önöket, én szép estét kívánok, viszontlátásra!